Sziasztok! A mai videómban a mindennapi sminkemet fogom nektek bemutatni. Ez a videó úgy indult, hogy egy ilyen nagy átfogó beauty videót akartam csinálni, amire hamar rájöttem, hogy marhára nem fér bele az időnkbe, és egyébként is sokkal jobb, hogyha ketté bontjuk. Úgyhogy most nem kedvenc termékekről, hanem azokról a termékekről lesz szó, amelyekkel a sminkemet szoktam elkészíteni, mielőtt kisétálok az utcára, így mondjuk délelőtt, reggel. Bizonyára sokan tudjátok, hogy nem szoktam annyira sminkelgetni magamat, viszont amióta, vagyis az elmúlt egy évben nagyon kevés lehetőségünk van a kimozdulásra. Tulajdonképpen a smink nekem is olyanná vált, mintha egy picit fölöltöznék, és mivel az ember azért csak járkál jobbra, balra, igen, feketére is, meg barnára is, meg sárgára is járkálok. Visszatérve. Szóval, mivel az ember így is úgy is járkál jobbra-balra, ezért nekem is jól esik néha egy picit felfrissítenem magamat, és úgy éreznem, hogy van hova kiöltözni, és most nekem ez a smink jelenti tulajdonképpen a kiöltözést. Úgyhogy miután megtisztítom az arcomat, amit általában ezzel a bioderma termékkel szoktam, és hidratálok, arckrémet és szemkrémet is szoktam erre használni, azután elindítom magát a sminkelési procedúrát. Számomra nagyon fontos, hogy a smink előtt hidratált legyen a bőröm, tehát nem csak egy kis és kevés réteg krémet viszek fel, hanem azért elég sokat. Ami érdekes, hogy alapozó helyett tulajdonképpen én egy korrektort, vagyis két korrektort használok az arcom bázisára, az lealapozásra, ami egy bio-organikus márka, az a neve, hogy RMS Beauty. Ezzel a termékcsaláddal még New Yorkban ismerkedtem meg körülbelül 10 évvel ezelőtt, egy Rosemary nevű sminkes találta föl és készíti ezeket a termékeket, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy még maga a csomagolása is fönntartható, tehát üveg és a teteje fémből van. És ez egy kókuszolaj alapú termék, amit tulajdonképpen 4 pici helyre szoktam fölvinni az arcomon, és aztán elkezdem szétkenni, és miközben eloszlatom az arcomon kézzel, erre a mozdulatra nem szoktam használni semmilyen ecsetet, tulajdonképpen érzem, ahogy a bőröm melegétől a krém is átmelegszik, és még jobban előjön a kókuszolajnak ez a folyékony hatása, és elkezd jobban hidratálni. Tulajdonképpen az előtte fölvitt hidratáló krémmel egybeolvad, és egész nap hidratál és táplálja a bőrömet. Mind a mellett, hogy fantasztikus színei vannak. Én azért szoktam kettőt használni, mert nyáron általában egy picit sötétebbet használok, ezt a 22-es számot, télen pedig a 11-est, és az átmeneti időszakban viszont keverem a kettőt. Úgyhogy az alapozás után azért, hogy még jobban eloszlassam ezt a korrektort, ezt a krémet az arcomon, és leszedjem a fölösleget, egy ilyen sima kis fekete vattát használok, amivel kenni is szoktam, és így hozzá éregetni, úgyhogy az angolul úgy mondják, hogy dab it, tehát ilyen kis little dabbing movements. Ami azért is jó, mert tényleg leszedi a fölösleget, és esetleg a fölösleges csillogást is segít eltüntetni a bőrről. Viszont szerintem egy ilyen kis vattát bárhol, bármelyik drogériában kaphatok, pár száz forintért, talán még 1000 forintba se kerül, és a legjobb az egészben az, hogy minden nap miután használom, szappanos vízzel kimosom, megszárad, és másnap használhatom újra, és tiszta, és higiénikus. A következő termék, amit szintén ezzel a kis vattával viszek föl, az a Charlotte Tilbury-nek a kozmetikai családjából, olvasom én is, Airbrush Flawless Finish. Ez egy púder, én ebből az 1-es számút használom, amit, hát mint látjátok, már annyit használtam, hogy ki is lukadt a közepe, nagyon-nagyon szeretem, és ez az 1-es számú a Fair nevű termék. Ezt azért szeretem, mert ez egy olyan púder, ami leszedi a fényességet az arcbőrről, a természetellenes fényt, viszont mégsem fehéríti el teljesen a bőrt, nem veszi le a bőrnek a természetes színét. Tulajdonképpen anélkül fed,
hogy észre lehetne venni, hogy látszódhatna, és egyébként fényképeken sem tükröződik vissza. Úgyhogy nekem ez egy állandó mindennapos darab, amit használok. A szemem alá is be szoktam vinni, és esetleg megállítja a szem gyűrődéseiben felgyűlő korrektor, esetleg alapozónak az összecsomósodását. Hú! Kinyögtem! A következő, mielőtt nekiállok az arcom többi részével foglalkozni, az, hogy az ajkaimra fölviszek egy intenzív ajakápolót. Ez pedig a Trombor nevű márkától van, ami egy dán márka, én őket évek óta ismerem és nagyon szeretem, általában online szoktam rendelni. És tulajdonképpen ebben a kis tubusban egy krém van, de ugyanúgy néz ki, mint egy hidratáló krém, vagy egy szemránc krém, vagy bármi, mégis ez egy ajakkrém, és nagyon szeretem, az íze is nagyon jó, és a Trombor nevű márka szintén bio. Én amikor beszéltem a Trombor márka megalapítójával, azt mondta, hogy ezek a termékek, ez az egész termékcsalád annyira organikus, amennyire csak meg lehet ezt oldani a mai világban, a mai technológiával. Nem szoktam arcpirt használni, vagyis nem sűrűn, mivel azzal áldott meg az Isten, hogy elég erős arccsontjaim vannak, ami már így is árnyékul, úgyhogy nem szoktam fölöslegesen hangsúlyozni őket, azért sem, mert hogyha rossz helyre kerül egy rossz színű pirosító, akkor nagyon ilyen kis piros posdás lesz az arcom, amit nem szeretek, úgyhogy ha tehetem, akkor kihagyom ezt a lépést. És mivel egyszerű nappali sminkről van szó, így igazából a szemhéjamra sem viszek fel semmit. Tehát ez az ilyen szépen ápol és eltakar, ez az ott lévő smink, ami nincs ott tulajdonképpen. Úgyhogy a következő lépés az a szemöldököm, amivel szoktam foglalkozni. Nekem annyira világos a szemöldököm, hogy tulajdonképpen nem is szedem. Nem szoktam festeni, nem szoktam nagyon kontúrozni, esetleg akkor, hogyha egy buliba vagy egy vacsorára megyek, akkor egy picit ceruzával is nekiállok, de hát ez tulajdonképpen az elmúlt egy évben nem igazán történt meg. Úgyhogy a szemöldökömre szintén két Trombor terméket használok. Egy barna színűt és egy átlátszó, azaz clear színű, az a neve a terméknek, hogy Brow Fix. És tulajdonképpen a barnát arra szoktam használni, hogy egy picit megerősítsem, beszínezzem bele a szemöldökömet, majd rögtön fogom az átlátszót, és átkenem bele, arra használva, hogy leszedjem a fölösleget, illetve ez a víz alapú, zselés állagú tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy szempilla-spirál, de szemöldök termék, úgymond fölragasztja a szemöldöknek a szálait abba a pozícióba, hogy kívánod, ahogy szeretnéd, hogy egész nap álljanak. Nem tudom, biztos vannak köztetek is olyan, akinek hosszabbak a szemöldök szálai, engem rettentően szokott idegesíteni, ha úgymond lekonyulnak. És ez a kis zselés szemöldök kefécske, ezt is megakadályozza. Én nagyon szeretem. Az elmaradhatatlan kínzó eszköz, a Shu Uemura Eyelash Curler, tehát a szempilla öndörítő vagy göndörítő kis szerkezet. A Shu Uemurát egyébként, hát az én szakmámban dolgozó legtöbb sminkmester ajánlja ezt az egy terméket tőlük kifejezetten, állítólag a legjobb a piacon, én pedig hallgatok rájuk, úgyhogy én is ezt használom. Igazából felpöndörítem a felső szempilláimat, mert hogy nagyon szőkék, de azért vannak, és csak ezután rakom föl rá a szempilla spirált, amit már évek óta használok. Ez az egy szempilla spirál van, amit nagyon szeretek és megbízok benne. Ez a Clinique Lash Power Mascara. Van barnában is nekem, is van feketében is. Barnában általában nappalra használom, a feketében, hogyha olyan alkalom van. De igazából, mivel annyira szőkék a szempilláim, hogy ha nem festem be őket, akkor nem is látszódnak. Ezért nekem nem is kell tulajdonképpen a szempillámban nagyon semmit sem csinálni. Ennek a spirálnak is nagyon pici a keféje. Látszik, hogy nem arra van kitalálva, hogy abszolút dusítson és megvadítsa a szemeket.
De már az, hogy az én szempilláimat befestés feketévé válnak tőle, egészen elcicásodik a szemem. Én legalábbis úgy látom, hogy már is egy más tekintetet kölcsönöz nekem. És az érdekessége az, hogy nem vízálló, tehát nem waterproof, hanem vízálló, tehát water resistant, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy vízzel le lehet mosni, de mégsem jön le a víz hatására. Ezt most értsétek úgy, hogy az én személyes paranoiám az, hogy valamikor a nap közben elered az eső, vagy elsírom magamat, vagy edzés közben az izzadságtól egyszerűen lemálik a smink, vagyis a szempillaspirál, és panda szemeim lesznek. Ez viszont nem reagál ilyen módon a vízre, tehát nem kenődik el a víztől, ez nem egy víz alapú szempillaspirál, viszont a meleg víz hatására és a dörzsölés hatására egyszerűen lepereg. Tehát a nap végén, amikor megyek megmosni az arcomat az én kis szappanommal, mire végzek, az a smink ott sincs, ez a szempillaspirál már nem is látszódik, és sehol máshol nem hagy fekete karikákat a szemem alatt, stb. Úgyhogy én ezt ezért szeretem nagyon. Tulajdonképpen itt még beszélhetnék arról, hogy a számra is szeretek fölvinni egy icipici színt, és ennek a tromborg ajakápolónak van színezett verziója is. Általában ezt szoktam a végén egy picit föltenni a számra, nehogy ilyen sápat halott színű legyek, főleg, hogyha az alapozó is egy picit oda kerül. De mivel mostanában csak maszkban léphetünk ki az utcára, így igazából ezt el is hagytam, nem szoktam kisminkelni a számot, kipingelni. Úgyhogy igazából ennyi. Remélem, hogy nagyon tetszik az a pár lépéses, tulajdonképpen 5-6 kis termékes sminkrutin, amit most elmondtam nektek. És remélem, hogy ti is hasznosnak találtátok ezt az infót, illetve azokat a termékeket, amiket én nagyon-nagyon-nagyon szeretek már évek óta. Jól van, hát ennyi volt, és a következő videómban már nem tudom, hogy mit fogunk bemutatni, de nézzétek, meg iratkozzatok fel, meg ilyenek, és hogyha van kérdés, akkor toljátok ide, be kommentbe, mármint, hogy nem ide alám, hanem a videó alá.